Fények, ünnepi hangulat és rendkívül sok érdeklődő. Advent első vasárnapját ünnepelték Dunaújvárosban a Városháza téren november 28-án. Az ünneplőket a városvezetés nevében Barta Endre alpolgármester és Kálló Gergely országgyűlési képviselő, a történelmi egyházak nevében pedig Kovács István görögkatolikus parókus köszöntötte. Az ünnep kapcsán térségünk képviselője a hit fontosságát emelte ki. Hiszünk abban, hogy egy jobb közösséget tudunk csinálni. Hiszünk abban, hogy egy jobb közösséget tudunk alkotni. És hiszünk abban, hogy egy olyan közösséget tudunk alkotni, amely mindannyiunk gyermekének, gyermekeinek jó lesz. Öröm itt végignézni. Ott egy babakocsit látok, kisgyermekeket látok. És erről szól Advent, a várakozásról. Kálló Gergelyt követően Barta Endre fejezte ki köszönetét azoknak, akik az ünnepi dekoráció elkészítésében segítettek. Az alpolgármester kiemelte, reméli, a városlakók az elmúlt időszak nehézségei ellenére is jól szórakoznak majd az ünnepi forgatagban. Én köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki létrehozta ezt. Ha körbenézünk, akkor azt gondolom, hogy tényleg elmondhatjuk, hogy méltó módon tudjuk majd megélni ezt az adventet, méltó módon tudjuk majd várni a karácsonyt. Azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszaknak ez lesz majd a legfontosabb feladata. És nagyon örülök, hogy ennyien eljöttünk, nagyon örülök annak, hogy egy ilyen közösség kezd épülni Dunaújvárosban, amire tényleg lehet számítani. És tényleg, aki a kicsit az adventi időszakot is ismeri, bár Kovács István atya bizonyára mélyebben tud majd önöknek erről beszélni, azért tudjuk azt, hogy ez a legnehezebb időszak az évben. Tudjuk, hogy milyen időszak van mögöttünk, mennyi nehézség, milyen problémákkal küzdöttünk meg. Kovács István görögkatolikus parókus elmondta, az ünnepi gyertyák különleges jelentéssel bírnak. De hogyha tovább lépünk és nézzük ezt a négy gyertyát, mindegyik majd szépen egyesével egy-egy piciny pislákoló lángocskával fog meggyulladni. Egy piciny fényt fog nekünk mutatni ebbe a sötétségbe. Ez a világ nagyon sokszor sötétnek tűnik. Mi emberek az Isten szeretetével körbeölelve tudunk egy kicsit jobbat tenni, jobbá tenni ezt a világot. Szokták mondani, hogy a négy gyertya hitet, reményt, szeretetet, örömöt ad nekünk, hogyha a koszorút elkezdjük nézni, ugye mindig fenyő ágakból fonták a koszorút, és hogyha a koszorút nézzük, ezek a fenyőágak úgy ölelik egymást, mint ahogy nekünk embereknek kellene ölelni egymást. A város adventi koszorúján Kovács István görögkatolikus parókus gyújtotta meg az első gyertyát. Az eseményről készült írásos összefoglalót és képgalériát a Dunaújváros online-on tekinthetik meg az érdeklődők.